Sziasztok! Barlettában vagyok, még mindig dél-kelet-Olaszországban, és akik látták a barlettáról korábban készült videómat, amiben a sikátorokat mutattam be. Azok biztosan emlékeznek, említettem, hogy a hölgyek este a lépcsőn, illetve kis sámlikon kinülve beszélgetnek. Tehát egy nagyon bájos jelennek voltunk tanulni, amikor idős hölgyek itt kiültek, nézzétek, ott van egy járókeret is, és beszélgettek, nevetgéltek. Férfiak nem voltak. Ugye nem említettem már korábban, a férfiak vagy a balkonon állnak, ülnek, vagy pedig a közeli térre mennek ki beszélgetni. Ma itt ismét egy ilyen bejárat. Amit furcsálhattok még, az az, hogy mindenhol zárva a kapu, a roló len. Hát ennek teljesen egyszerű hétköznapi magyarázata van, nevezetesen az, hogy borzalmas a hőség, és ilyenkor ö, behúzzák a kaput, lehúzzák a redőnyöket. És még visszatérve a korábbi barlattai videóra, hogy látjátok az utcai lámpákat, hát másra nincs is nagyon lehetőség, mert nézzetek meg, ennyire, ennyire szűk egy sikátor. Végén kijutunk ismét egy szép térre, és így gyönyörűen látszik ismét, hogy ezek a házak általában háromszintesek, a földszint az teljesen sötét, az első emeleten van általában a nappali, a másodikon pedig egy másik család él. Tehát általában egy-két család él egy ilyen helyen, aminek egyébként, egyébként pincéje is van, de erről majd később beszélek. Sziasztok, tehát Barletta az Adriai-tenger partján, Dél-Olaszországban.